Felajánlom egyévi képviselői jövedelmemet társadalmi célra, főként egy anyaotthon létrehozására, mely a válsághelyzetbe került, várandós és kisgyermekes édesanyák részére biztosítana átmeneti otthont, ugyanis nagyon sok magzatgyermek azért nem születhet meg, mert az állam nem nyújt segítséget azokban a válsághelyzetekben, amikbe számos édesanya kerül szívügyem a szívhangtörvény. 2016-ban, amikor éppen ezen a helyen bejelentettem a képviselői mandátumomról való lemondásomat, akkor az utolsó képviselő indítványom Dúró Dórával közösen a szívhangtörvény volt, ami azóta éppen tavaly életbe léphetett, azonban nagyon sok magzat gyermek azért nem születhet meg, mert hiányoznak például azok az anya otthonok, amelyek létrehozásával segítséget tudnánk nyújtani a magukat és az állapotukat terhesnek érző édesanyáknak annak érdekében, hogy állapotukat sokkal inkább várandósnak vagy akár már áldottnak is érezzék. Éppen ezért a karácsony közelettével is adakozásra is buzdítva és bízva abba, hogy az állam is nagyobb hangsúlyt fog fektetni az anyaotthonok létrehozására és működtetésére szükségesnek tartom az Anyaország alapítványon keresztül egy ilyen anyaotthon jövő évi létrehozását és működtetését figyelemfelhívó jelleggel. A 2024. évi képviselői tisztelt felajánlásából mindezek mellett még más társadalmi célú hasonló tematikájú missziókat is szeretnék folytatni, úgy mint kismama szépségversenyt versenyt kett csináló jelleggel, 1 millió forintos díjazással, illetve társadalmi célú hirdetéseket, óriáspakát kampányokat. Na nem olyat, amilyet a kormányzat folytat, kormány tájékoztatás címén, valójában kormány propagandát, hanem abszolút pártatlan, és a magyarság legnagyobb problémáját, a demográfiát középpontba állítva szeretném megkérdetni, hogy a gyermekáldás, és például a legférfiasabb dolog az apaság. Ilyen társadalmi célú üzeneteket, óriásplakát, kampányt, illetve a magzati életvédelmében akár az örökbefogadást, mint opciót előtérbe állító társadalmi célú üzeneteket szeretnék megfogalmazni és egyfajta társadalmi vitát is nyitni eszőnyeg alá söpört problémákról. A magyarság legnagyobb problémája a mi hazánk mozgalom szerint is a katasztrofális demográfiai helyzet, melynek megváltoztatása nélkül nem úgy a nyugdíjrendszer, de maga a társadalombiztosítás, sőt, az egész államháztartás összeroppanása fenyeget. Éppen ezért demográfiai fordulatra van szükség, amihez kétségkívül szemléletváltása is szükség van Magyarországon. Bízom benne, hogy mások is követik ezt a példát, és kifejezetten fel is kérem a tehetősebb országgyűlési képviselőket, Gyurcsány Ferenctől kezdve Ungár Péteren át, például Rogán Antalig, számos képviselőt, hogy ajánlják föl akár egy évi, akár csak egy havi jövedelmüket, annak érdekében, hogy létrejöhessen egy demográfiai fordulat. Bízom benne, hogy ha tesznek ilyen felajánlást, akkor azt kérem is, hogy ne valami belterjes saját mondjuk szabadkönyves páholjuk részére tegyék meg, ahogy én magam sem például a mi hazánk pártalapítványa részére tettem meg ezt az felajánlást, hanem az Anya Ország Alapítvány részére, amelyre buzdítom is az adakozó kedvű, hajlamú és képes állampolgárokat, hogy az Anyaország Alapítvány 117 380 08, 208 144 10-es számla számára fizessenek be, amennyiben ők is támogatnak akár ilyen társadalmi célú hirdetéseket, akár elsődlegesen egy ilyen anya otthon létrehozatalát, hogy megszülethessenek az egyébként kívánt gyermekek Magyarországon.